Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma ismét ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába, ahol két magyar kasznit mutatunk be nektek, egy elektromost és egy dízelt. Ezt a két pulit. A magyar Rolls-Royce hódmezővásárhelyen készült, drágább volt, mint egy Zsiguli, ezért főként a francia utakon futott. Nagy szeretettel üdvözlöm a csatorna nézőit. Én Hézser Péter vagyok, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum restaurátor osztályvezetője. Most jelenleg a Kozma utcai raktárunkban forgatjuk ezt a kis filmet erről a magyar gyártmányról, erről a puliról, aminek az volt a létjogosultsága, hogy annak idején a 73-as olajválságban elkezdődtek már külföldön a kis autóknak a gyártásai, népszerűek voltak Franciaországban is, és Svájcban is. Aztán volt egy üzletember, aki megtalálta a magyar külkereskedelmi piacot, hogy piacra dobnának egy ilyen kis autót, hát ha itt olcsón le lehetne gyártani. Ez akkor még City Hungi néven szerepelt, nem ebben a formában. Aztán javítottak a formatervezésen, valamikor a 80-as évek végén. Az első szerződés az 1986-ban íródott alá. Ez az üzletember, ez Teddy Márzó névre hallgatott, aki megkötötte a magyar külkervállalattal ezt a szerződést, hogy gyártanak ilyen kisautót. A kisautótervekért 80 ezer frankot fizetett a hódgép, mert a hódgép kapta meg ezt a feladatot. Ez egy hódmezővásárhelyi üzem volt, ahol mezőgazdasági gépeket gyártottak, főleg, meg mindenféle ilyen kiszolgáló egységeket repülőterekhez, és ott áttervezték ezt az autót, és elkezdődött a gyártás. Az majd olyan 87 körül gördült le az első, ő egy dízel, először Janmar motorral készült. Ez a típus azért is nagyon érdekes, mert ez a pici dízel motor, ez kis teljesítményű volt, nem is felelt meg az akkori környezetvédelmi előírásoknak sem, meg teljesítményre is csak 5,5 kW-os volt. Meg tudjuk nézni, hogy milyen ez a pici kis dízelmotor. Kinyitjuk az elejét. A koncepció az volt, hogy minél kevesebbet fogyasszon, ez sikerült is. Ugye ez egy 273 köbcentis dízelmotor, ezt építették fűnyírókba, agregátorokba, mindenbe, ezt a kis japán motort. Sajnos a léghűtés az elég zajos motorhangot hoz ki magából, mert ugye a vízköpeny már nem szigeteli le a hangokat, amik belülről kijönnek, úgyhogy hát végül ennek a népi köznyelven az lett a neve, hogy a pokol kutyája, mert alig lehetett megmaradni a zajtól, ami benne volt. Próbálkoztak ebből azért külföldön eladni, hát nem nagy sikerrel. A külkeres üzletember, aki bevállalta ennek az értékesítését, neki sem sikerült ez a koncepció. Igazából valamikor a 90-es évek legelején, tehát 90-ben már ezzel a dízellel nem próbálkoztak tovább. Azt el lehet mondani, hogy az első daraboknak a karosszériája az még ennél is szögletesebb volt, aztán az üvegszálas kompozitanyagok, amiket felhasználtak ennek a gyártásához. Ezek a balatonfüredi hajógyárban készültek először, aztán utána egy kis MGTS csinálta ott a Hódmezővásárhely környékén. A síküveggyár, a salgótarjáni síküveggyár készítette ezeket az üvegeket, itt is látszanak még az eredeti feliratok. Az üléseket eleinte kispolc kiülések, meg hasonló dolgokkal próbálták összehozni. A lámpa, az látszik, hogy ez is egy KGST piaci lámpa, a későbbiekben már Icarus lámpa volt. A futómű, az is hagyott elég sok kívánivalót maga után, ugye elég picurkák a kerekek, és a fékrendszere sem volt kielégítően jó, bár ennek az autónak nem volt nagy a súlya. A lámpák, itt elől ezek látszanak, sok mindenki számára jó ismert kispolszki
lámpák vannak elől, az indexek is KGST piacbeliek, nagyon sok kis polszki alkatrész van ezen a járművön, tehát megpróbálták tényleg azt összehozni, hogy betörjenek a világpiacra egy ilyen kis autóval. Ezek a kísérletek ilyen pár száz darabos, 125-130 darabos eladással zárultak, és aztán jött egy koncepcióváltás, amikor 1990-ben átvette a fejlesztést a magyar oldal, tehát innentől kezdve úgy gondolták, hogy elektromos autóra szeretnének inkább áttérni. Itt látható a másik darab. Az elektromos autó, az elektromos puli, ez a 107-es típus számmal, aztán EV2-es típus számmal szerepelt. Ebbe először egy olyan villanymotor szettet tettek be, ami 7,4 kW-os villanymotor volt, ezek még egy ilyen kezdetleges kefés motorok voltak. A fő problémája ennek az autónak az mindig is ugyanaz volt, ami ma is, a batéria. Tehát az akkumulátorral volt a probléma. Ugye az autónak az összsúlya 650 kg, ebből 400 kg akkumulátor volt, ugye abban az időben nem volt más lehetőség, csak az ólomakkumulátorokra, és hát az ólomakkumulátorok súlya az ennyit nyomott, 60 voltos rendszerrel működött, a 60 volthoz kellett 6 voltból összehozni ezt a pakkot, ez 10 darab 40 kilós akkumulátor, itt az elejében is helyeztek el 2 darabot, majd az autónak a hátuljában volt még 8 darab akkumulátor. Itt látható belül, hogy a saját fedélzeti működéshez kellett még egy 12 voltos akkumulátor, amivel működtették az indexet, lámpákat, és utána egy DC-DC átalakítóval, tehát a nagy akkumulátor pakról töltötték ezt az akkumulátort. Nekem volt szerencsém egy elektromos pulit vásárolni, amikor a Kandó Kálmán villamosmérnöki karra jártam. Úgyhogy 30 ezer kilométert mentem az elektromos pulival. A dízel testvérhez, meg az elterjedt legendákhoz képest én nekem nagyon jó véleményem van. Az már egy magyar fejlesztésű verzió volt, ahol az elektromosságot azt magyar mérnökök fejlesztették. A lényege az volt, hogy a 100 kilométer prospektus szerinti hatótávot az új akkumulátorokkal bizony-bizony tudta is a jármű. Odaírták, hogy a városban csak 60 kilométert tudott menni. Az amiatt volt, mert még nem volt regeneratív visszatöltés abban az időben. Ezen már más fékrendszer volt, mint az elődön. Nagyobbak voltak a kerekek, a fékrendszer is hatásosabb volt. Ellátták ezt saját töltővel, ugyanúgy a 220 voltról lehetett tölteni a járművet. Volt ebből zárt is, ez éppen egy cabrio, ez egy ritkább típus, tehát a cabrioból nagyon kevés készült, nem is nagyon tudunk másikról, csak a múzeum gyűjteményében lévőről. Meg tudjuk nézni még hátul az akkumulátorpaknak a helyét, valahogy óvatosan oda beférkőzünk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy itt hátul, ez alatt a fedél alatt, itt volt még 8 darab akkumulátor. Hát ez úgy nyomta az autónak a fenekét, hogy ugye 400 kiló, az egy kicsit sok is volt neki. Ha belegondolunk, hogy ma ezt helyettesíteni lehetne egy 50 kilós litiumos akkumulátorral, akkor hogy gyorsulna és hogy menne ez az autó? A fedett, vagyis úgy mondom, hogy a csukott karosszériájú verzióban ugyanígy Icarus busz ülések voltak, csak itt hátul már Icarus busz lámpák voltak. Ami még érdekessége volt, hogy volt egy elektromos ablakfűtése, az egy ilyen leginkább hajszárítóhoz hasonlít. Ha esetleg majd sikerül egy YouTube videót bevágni arról, amikor én még száguldoztam az iskolában, ahol tanítottam,
a diákokkal az udvaron. Ott látszik, hogy a műszerfal közepéből jön ki ez a hajszárító, ez egy 800 wattos fűtő elem volt. Jippi! Ott tudunk megfordulni. Menjél csak. Ja, jó. Itt majd nyomhatsz neki egyet. Nyugodtan parkettel. Az igen! Jó, itt majd erre megyünk. Itt is gyorsíts ki. Nyugodtan parkettel, hát megyünk. Na, padlogázzal megyünk! Én télen-nyáron használtam. Azt azért hozzá kell tenni, ezt ma sem nagyon szeretik az autós műsorokban sem, meg a gyártók sem megemlíteni, hogy azért télen ez a ható távolság majdnem a felére tudott csökkenni. Tehát télen jó, ha 30-40-50 kilométert tudtam autózni teljesen feltöltött akkumulátorpakkal. Ez a korabeli katalógus, amivel az elektromos járművet a Hódgép reklámozta, ezt még amikor én egy magángyűjteménynek átadtam a saját autómat, akkor most részükre is átadtam, és most kölcsönkértem ehhez a forgatáshoz ezt az eredeti katalógust. Ez több nyelven íródott, ugye, hogy a piac miatt beszerettek volna törni ugye a német, svájci és francia piacra. Itt leginkább csak a rövid műszaki adatok vannak leírva, hogy a maximális sebesség 65 km/h, a hatótávolság városban ők 80 km-t írnak, közúton pedig 100-at. Ugye nyilván nem tüntették föl azt, hogy ez milyen időjárási viszonyok között vannak. Leginkább a teljesítményadatok vannak még meg, és hát látszik, hogy még vonalas telefon volt, kézzel írták be, hogy a Hódgép puli jármű és gépgyártó Kft-t hogyan lehetett akkor elérni. Én azt mondom, hogy ez az autó megelőzte egy kicsit a korát. Ma sokkal nagyobb létjogosultsága lenne egy ilyen autónak, főleg a mai technológiával, ami lítiumos akkumulátort jelentene, vagy egy BLDC motort, amivel meg lehetett volna valósítani regeneratív visszatöltést. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!